Köszöntöm nézőinket! A Pannon Televízió, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network pécsi irodájának gazdasági magazinját látják. Környezetvédelmi szempontból újszerű megoldással készült cementet használnak a pécsi vásárcsarnok építéséhez. A királyegyházi gyárból olyan alapanyag érkezett a betonozáshoz, amelynek előállítása kisebb terhet jelent a környezetnek. A gyártó cég elkötelezte magát a karbonsemlegesség iránt, vagyis folyamatosan csökkenti a termelése során a légkörbe kerülő széndioxid kibocsátását. Volt évek betonszerkezetek a most épülő pécsi vásárcsarnoknál. Az építkezéshez szükséges, különleges cementet a Lafarge gyártotta. Ebben a termékben már megjelenik egy új szemlélet, mondja a fenntarthatósági és marketing kommunikációs igazgató. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy mi is részt veszünk a vásárcsarnok építésben, ugye a cementünkkel. Ez több oldalról fontos nekünk. Egyrészt az új szemléletmódunkat is tartalmazza már ez a pécsi vásárcsarnok, hiszen kitűztük magunk elé, hogy 2050-re karbonsemlegesen kívánunk üzemelni. És ez hozzájárul például ez a referencia projekt is, hiszen olyan cementet választott a kivitelező, ami abszolút környezetbarát. Tehát közel 40%-kal alacsonyabb széndioxid kibocsátása van az alapozáshoz használt cementnek, mint az általános például C1-es cementnek. Úgyhogy emiatt nekünk ez egy különösen fontos történet. Emellett pedig ugye több mint 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg az új vásárcsarnok ötlete, hiszen ugye már az a tér az nem volt annyira korszerű, nem volt annyira modern, és nem szolgálta a vásárló igényeket. Úgyhogy ez külön öröm pécsiként, hogy ehhez tudtunk pluszban így csatlakozni. Nem csak mi vagyunk 2050-re karbonsemlegességi céllal kitűzve, hanem ugye összcsoport szinten. Most már ugye Lafarge Holcim helyett Holcim csoportként üzemelő világszintű anyavállalatunk, úgyhogy itt nem csak a helyi dolgok fontosak, hanem ugye összcsoport szinten dolgozunk olyan, több mint 20 olyan projekten, ami elősegíti ezt a karbonsemlegességet. Ez mind innovációs projekt, mind pedig technológiai, vagy adott esetben folyamatváltoztatási projekt. Együttműködünk az egyetemmel, nem csak helyi szinten, hanem országos szinten is az egyetemekkel, és itt is keressük közösen azokat a lehetőségeket, amelyek a karbonlábnyom csökkentést elősegítik, így például a 3D nyomtatás is egy ilyen irány, amit most ugye itt helyi szinten a Pécsi Tudomány Egyetemmel együttműködésben remélhetőleg el fogunk kezdeni. Úgyhogy itt már kísérletek zajlanak az idei évben, együttműködésben a műszaki és informatikai karral, illetve egy külső céggel, illetve adalék anyagokat gyártó cégekkel is együttműködve. Többféle kibocsátásról beszélünk, ugye bruttó, illetve nettó széndioxid kibocsátásról. Nem érdemes összekeverni ezt a két fogalmat. Hogyha a bruttó széndioxid kibocsátásról beszélünk, akkor az azért fontos, mert az átlagosan Magyarországon egy ilyen közel 800 kg per tonna széndioxid kibocsátást jelent, ami, hogyha világszintre vetítjük, akkor ez egy nagyon nagy szám, hiszen a cementipar az több mint 5%-áért felelős a világszintű széndioxid kibocsátásnak, tehát ezt mindenféleképpen érdemes csökkenteni. Itt a mögöttem lévő projekt, ez pontosan ezért fontos, hiszen hogyha ehhez a 800 kg-hoz hasonlítjuk mondjuk azt a használt cementet, amit itt az alapozáshoz használtak, akkor ez közel 40%-kal alacsonyabb széndioxid kibocsátást jelent. Emellett egyébként, ami miatt ez a projekt szintén fontos, az az, hogy nem csak a cementben, illetve a betonban volt zöld megoldás, hanem a zsalurendszerben is. Tehát a zsalurendszerben szintén egy úgymond karbon barát megoldást használtak. Ez egy olyan zsaluhéj, amely műanyag zsaluhéj, tehát a fa helyett műanyagot használtak, és ebből kifolyólag maga a látszóbeton felület, mint eredmény is látszik, hogy ugye a műanyag az egy sokkal egységesebb, homogénebb betonfelületet enged láttatni. A zöld megoldások, a környezettudatos termelés meghonosítása akár versenyelőnyt is jelenthet a piacon. Mi erre törekszünk. Tehát szeretnénk azokat a cementtípusainkat elkülöníteni a többi cementtípustól, ami környezetbarát, és úgy vesszük észre, hogy a fogyasztók egyre tudatosabbak ebben a tekintetben. Tehát akár, hogyha az építő anyagipart nézzük, akkor mind a lakossági, mind pedig a kivitelezői elkötelezettség az egyre nagyobb. Így például itt a pécsi vásárcsarnoknál is, hiszen maga az építtető, illetve maga a kivitelező is kereste a környezetbarát megoldásokat, és ezért választott bennünket.
Visszatérve az épülő vásárcsarnokhoz, az épület kialakítása különleges kihívás volt szakmailag, mondja Zadravec Zsófia. Betontechnológiai szempontból is különleges volt a kialakítása ezeknek az íveknek. Hogyha nézzük a nagy íveket, akkor ezeknek a sugara az közel 6 méter, a kicsi sugara, mármint a kis boltíveknek pedig ugye közel 4 méter a sugara. Úgyhogy emiatt ez egy nagy betontechnológiai és zsaluzat szempontjából is egy kiemelkedő projekt volt, tehát nagyon szorosan össze kellett dolgozni. Itt maga a zsalu amellett, hogy környezetbarát, amellett egyedi megoldást is kívánt, hiszen maga a falvastagság az viszonylag vékony, és ebből következően, hogyha csak egy falat nézünk, akkor az 1000 köbméter betont nyelt el, ami azt jelenti, hogy azért a karbonsemlegesség szempontjából sem volt mindegy, hogy milyen típusú cementet használunk ehhez. Hogyha a vásárcsarnok méreteit nézzük, akkor pedig az egésznek az alapterülete, az így körülbelül 1700 négyzetméter, és összesen 5600 négyzetméter lesz a hasznos terület, és ebből, hogyha jók az információim, akkor 1900 négyzetméter lesz az a terület, ahol asztalokat fognak a későbbiekben elhelyezni a lakosság számára. Ezért sem volt mindegy, hogy milyen cementet használnak a környezetvédelem szempontjából. Egyébként az épület legnagyobb magassága 14 méter, és a tervek szerint 2022 nyarán nyitja meg kapuit az új pécsi vásárcsarnok. Helyi értékteremtő vállalkozásokat, kézműveseket díjaz a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Elsőként egy Mecsek oldalban működő csokoládé manufaktúrát kerestek fel, és elismerő oklevelet adtak át az üzem tulajdonosának. Az elismeréssel erősítik a heti egy helyi akciójukat is, aminek célja a helyi vállalkozások megismertetése a fogyasztókkal. Ezt az elismerő oklevelet kapta a pécsi csokoládékészítő a helyi iparkamarától május utolsó hetében. A helyi kézműves értékteremtő munkáját ismerték el így a kamara munkatársai. Nagyon-nagyon meglepett, és hát nagyon-nagyon örülök. Mindig elérzékenyülök, mert minden elismerés nagyon-nagyon fontos, különösen ilyen különleges, úgyhogy nagyon boldog vagyok tőle. És ahogy eddig is, ezután is szívvel élekkel fogom készíteni a csokoládét is. Igazán nagyon sok kézműves van Baranyában, és ahogy kapcsolódtam egy másik programhoz, ami majd 2025-ben lesz, ez a gasztronómiai, Baranya gasztronómiai központ, ott elég sok kézművest gyűjtöttek már össze. Én konkrétan egy darabig a pellérdi sajtművesekkel dolgoztam együtt, én vajat vásároltam tőlük, hogy ezzel is egymást tudjuk támogatni. Most egy kicsit megszűnt ez a kapcsolat, de remélem, hogy vissza fog majd térni. Ezeket a termékeket pedig akár hetente is megkóstolhatják a pécsiek az iparkamara helyi termékeket népszerűsítő ajánlása szerint. A díjazott kiválasztása során nem mindennapi módszereket is bevetettek, mondja a kamarai szakbizottság elnöke. A baranyai és pécsi vállalkozások támogatását és fejlődését tűzte ki a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara KKV bizottsága, és hát ennek alkalmából vagyunk itt, hogy a helyi értékteremtőket szeretné a kamara értékelni és díjazni és jutalmazni, és tulajdonképpen a mai nap, mai délután ez történt meg. Tulajdonképpen arról van szó, hogy keresünk olyan helyi értékteremtő vállalkozásokat, egyéni vállalkozásokat, személyeket, akik valami különlegeset tudnak itt a város életében, és ennek a programnak keretében ezt a programot indítottuk el, hogy több egymás után következő értéket, és most már ismétlésekbe bocsátkozó értéket teremtő helyi embert fogunk megkeresni. Így találtunk ajánlások alapján rá a Kántor Éva asszonyra, és tulajdonképpen egy ilyen kvázi titkos szolgálati módszerekkel többször itt jártunk, és értékeltük azt, hogy mivel is foglalkozik, hogyan is áll ezekhez a dolgokhoz, és utána a közös bizottságunk abba maradt, hogy elsőként fogjuk az ő munkáját egy helyi érték elismerő oklevéllel díjazni. Szeretnénk ugye a jövőben
is folyamatosan megtartani, és számíthatnak más vállalkozások is ilyen jellegű úgynevezett titkos megkeresésekre, felmérésekre, és akit valóban úgy ítélünk meg a jövő tekintetében, őket is ugyanúgy meglepetésszerűen meg fogjuk látogatni, meg fogjuk jutalmazni, és el fogjuk ismerni a munkájukat. Szeretnénk ezzel egy kicsit jobban felhívni ezen vállalkozásokra a figyelmet, és tényleg egy igazi baranyai, pécsi helyi értéket létrehozni, aminek a mi átadott oklevelünk lesz az egyik fémjelzője, hogy ahol ez megjelenik, ott valóban olyan eredmények vannak, és olyan hozzáállás mutatkozik a értékteremtésben, amely megérdemli ezt az elismerést. Helyi értékalkotó, ez olvasható a kamarai elismerő oklevélen. A közeljövőben újabb ilyen elismerések találhatnak gazdára majd a helyi kézműveseknél, vállalkozásoknál, Baranya megyében. Az építőipari szakmáktól az egészségügyi szakmákig elkezdődtek a szakmunkás vizsgák az oktatási intézményekben Baranya megyében májusban. Mintegy 1500 fiatal adott számot tudásáról. A legtöbben a végzettség megszerzése után akár munkába is állhatnak annál a cégnél, ahol a gyakorlati képzést kapták, mondja a Baranyai Iparkamara munkatársa. Azonban a továbbtanulás lehetősége is nyitott előttük, sőt még előnyt jelent a szakmai végzettség az érettségi mellett. A falat festi a 17 éves Zimmer Bálint a Pécsi Pollák Mihály Technikumban. Gyakorlati vizsgájának egy része ennek a tetőtéri irodának a kifestése. Azt mondja, a gyerekkor óta ezt a szakmát akarta kitanulni. Azért választottam ezt a szakmát, mert nekem tetszett, mikor láttam, mert otthon egyszer kifestettük a lakást, nekem megtetszett, és úgy döntöttem, ebbe szeretnénk majd dolgozni. Ugye most ez a harmadik évem itt, most vizsgázunk. Hát jövőre szeretnék érettségizni majd, 2 évesen, és utána majd szeretnék vállalkozást indítani. Voltam WorldSkills versenyen, ott 9-ben második lettem, tavaly meg 3. Voltam az SKT versenyen, ott ugye írásbelit megtartották, de gyakorlatit nem. Ott sikerült 5. helyezettet végeznem az országba, de sajnos nem tartották meg ugye a gyakorlatit, ezért most így kell szakmunkás is járnom. Ugyanis az országos szakmai versenyen, ha valaki a gyakorlati feladatokban jól teljesít és helyezést ér el, akkor az iskolájában már nem kell szakmunkás vizsgát tennie. Azonban a Covid miatt idén nem volt gyakorlati rész a szakmasztár versenyen. A szakmunkás vizsgákat ezért megtartották minden szakmában. A szakmai vizsgák most ebben a különleges évben annyiban mások, hogy csak írásbeli és gyakorlati vizsgák kerülnek megtartásra. Az írásbeli vizsgák már részben megvoltak, a gyakorlati vizsgák zajlanak most az iskolában. Jelenleg 122 diák tesz vizsgát ebben a mostani vizsgaidőszakban. A szakmai építőipari vizsgákról van szó, illetve a technikus vizsgák gyakorlati vizsgái is majd a következő hetekben zajlanak. Műhelyben fognak gyakorlati feladatokat végrehajtani, illetve már ma futó festővizsgán pedig élesben folynak ezek a vizsgák. De nem csak a Pécsi Pollák Technikumban folytak a vizsgák. Baranya megyében több intézményben is számot adnak tudásukról a szakmát tanulók. Több mint 1300 diák tesz most szakmai záróvizsgát 18 szakképző intézményben. A kereskedelmi és iparkamarához tartozó szakképesítésekről beszélek, hogyha hozzáveszek más szakképesítéseket is, például egészségügyi szakképesítéseket, akkor több mint 1500 diákról beszélünk. Fontos tudni, hogy a szakképzésben részvett diákok nagy része tanulószerződéses rendszerben szerezte meg a szakmai gyakorlati ismereteit, ők jó eséllyel már a szakmai záróvizsgát követően azonnal el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, azoknál a vállalkozásoknál, ahol a tanuló éveiket is eltöltötték. De aki tovább akar tanulni, annak is előny a szakmai végzettség az érettségi mellett. 28 pontot lehet érte a felvételi eljárás során kapni. Akinek pedig még nincs érettségije, az iskolájában 2 év alatt megszerezheti. Azután pedig választhat, hogy marad a munkavilágában, vagy megpróbálkozik bejutni a felsőoktatásba.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kampányt indított a szakmatanulás népszerűsítésére, ezért több végzőst is megkérdeztünk. Ezekből készültek azok a rövid filmek a kamara közösségi oldalára, amelyekből most egy összeállítást láthatnak. Géves Patricia Petra vagyok, 21 éves, és eladó szakmára járok, vagyis hát most már befejeztem. Azért választottam ezt a szakmát, mert szeretek kommunikálni, és szeretek az emberekkel beszélgetni, és szeretem ezt a szakmát, és szeretnék ebbe is maradni az elkövetkezendő 40 évenben még. Koltai Bence vagyok, 17 éves, Pécs udvardi. Azért választottam ezt a szakmát, mivel gyönyörű. Tehát a tálalás, az ételkészítés, az élvezet, miközben csináljuk az ételt, a vendégeknek a visszáramló véleménye, hogy bármi ilyesmi, hogy köszönjük szépen a szakásnak, nagyon finom volt, eszméletlen jó érzés, tehát csodálatos érzés szerintem. És ez volt az alapja, hogy a visszajelzések, hogy nagyon jó érzés, tehát tényleg. Mindenféleképpen egy nemes étterembe szeretnék elhelyezkedni. Pataki Levente vagyok, tavaly érettségiztem, kereskedő szakon vagyok, szeretnék tovább tanulni egyetemen, ugyanebben az irányban, és későbbiekben kereskedelemben szeretnék elhelyezkedni. Bonyár Zsombor vagyok, és azért jelentkeztem az asztalos szakmára, mert ez érdekelt a legjobban, és szerintem ez egy kiforrott régi szakma, és talán nincs benne annyi változás, úgymond, mint egy informatikai szakmában. Faragó Dávid vagyok, Pécsen lakok, és családban senki sincs, aki köműves, de nálunk a ház körül folytak köműves munkák, hőszigetés, meg ilyesmi, és nagyon megtetszett a burkolás is, és azért választottam a köműves és idegburkoló szakmát. Így belegondolva, így az áncsót is elkezdtem, azért, mert szeretnék majd egyszer egy céget alapítani, és hogy kompletten meg tudom csinálni a szerkezettől az alaptól. Gyálfi Béla vagyok, Romanyára jöttem. Itt a Pollákon tanulok, most fogok végezni köművesből. Tovább szeretnék majd tanulni kőfaragónak. Azt is itt szeretném elvégezni ebbe az iskolába, hogyha van rá lehetőség. Így meg lesz mind a két szakmám. Azért jelentkeztem köművesnek, mert jövőbe látó szakma. Köművesre most is szükség van, később is szükség lesz, és szeretem ezt csinálni, hogy maradandót tudok vele alkotni. Udvardi Balázs vagyok, komlói vagyok, és a pécsi Pollákra járok. Most vagyok 5. éven, idén fogom megkapni az OKS bizonyítványt. 4. év végén szereztem már egy érettségit, és a tanulmányaimat a PTM-iken szeretném folytatni, oszlatlan építészmérnökön. Ezután még esetleg szeretnék egy műszaki ellenőri képzést elvégezni. Jarancs Péternek hívnak, idén végeztem a Simonyi Károly Technikumában, informatika szakon. Hogy miért azt választottam, igazából több oka is. Az egyik az, hogy a fizetés versenyképes még itt a Magyarországon is, illetve az ilyen technikai fejlődéseket én nagyon szeretem nyomon követni, és úgy éreztem, hogy ebben itthon is lehet fejlődni, és valami újat, vagy nagyot alakítani, vagy alkotni. Zimmer Bájának hívnak, 17 éves vagyok, Kölkedről érkeztem. Azért választottam ezt a szakmát, mert nekem tetszett, akkor láttam, mert otthon egyszer kifestettük a lakást, nekem megtetszett, és úgy döntöttem, ebbe szeretnénk majd dolgozni. Ugye most ez a 3. éve, amit most vizsgázunk. Hát jövőre szeretnék érettségizni majd, 2 évesen, és utána szeretnék vállalkozást indítani. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!